Menjünk tovább. Találós kérdés. Ki mondta kinek, mikor vagyok, ami vagyok? Tessék? Ó. Ha így csinálod a honlapokat is ilyen gyorsan, akkor jó lesz. Na, akkor ki mondta kinek? Vagyok, ami vagyok? Még kis Csaba is törölgeti a szemét. És nem tudja. Na? Akkor kitaláltátok, hogy beugratós kérdés volt, ugye? Jól van. Nem, azért nem szoktam csőbe húzni az embereket, aztán bezárni utána az ajtót. Na, 1 Korintus 15-ből olvasnék egy részt. Ez egy nagyon fontos, mert összefoglalja az evangéliumokat. Köszönöm, Manci. Ó, halleluja. Szeretik a pásztort. Verni. Na, 1 Korintus 15. Eszetekbe jutatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Ámen. Milyen jó így beszélni, hogy ez úgy eldőlt ez a kérdés. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok, úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívők ki. Hát nem is tudom, Pál ez alatt mit ért. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni, Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint föltámadt a 3. napon, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül, hát ma már nem tudjuk ezt mondani, de akkor még mondta, közül a legtöbben még mindig élnek, ma már mondom, hogy senki nem él közülük. Néhányan azonban elhunytak, mindenki elhunyt közülük ma már. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, vagy koraszülöttnek, elvetéltnek, tehát mint egy abortált gyermeknek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem az Isten egyházát. De, most figyeljetek, Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Hát itt van. De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, és itt a károlisok, mosolgjatok, mert még vesszőt se tesz bele a dicsekvés és a visszatáncolás közé, a fordításotok, nézzétek meg a Bibliátokban, de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és a hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, és akkor itt nincs a vesző a Károliban, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és ti így lettetek hívőké. Amen. Amen. Így lettetek hívőké. Amen. Na hát én messze nem vagyok híve annak, hogy egy hívő, öntelt, gőgös ember legyen, elfeledkezve arról, hogy ő is egyszer bűnös volt, és szüksége volt a megváltásra, sőt, igazából most is bűnös, csak ezt nem ismeri el. Szóval ennek messze-messze nem vagyok hívő, hogy egy hívő kevés legyen, és hát van itt, aki nem bűnös itt? Én egyet tudok, az Jézus Krisztus, csak hát ő a mennyben van. Vagy hol. Na. Szóval az a helyzet, hogy én nem gondolom, hogy ez egy helyes dolog, de a másik oldala, higgyétek el, ugyanolyan káros, hogy a hívők fitymálják magukat, hogy semmiben nézik az Úr munkáját. Ezért most arra szeretnék mindenkit megkérni. Van nálatok mobiltelefon? Kinél van itt mobiltelefon? Vegyétek elő, légy szíves. Most legálisan, jó, nem 10 euróért. Mondom az új testvéreinek, hogy akinél megcsörren a telefon, az 10 euró. Plusz. Tartjuk az árfolyamot. Megvan a telefonotok? Oké, akkor most mindenki csináljon egy selfit. Selfit. Na, ez megy? Na, csináljátok, gyerünk, csináljátok. Feri, te is. Lehet közösen is. Igen. Lehet közösen is.
Hallom, jó alkalom van. Inkább így. Hogy kell csinálni szelfit? Oké. Megvan? Mindegy. Megvan nagyjából? Meghibbant a pásztor. Az lehet egyébként. Még ez is előfordult. Na. Oké. Van kép rólatok, ugye? Feltételezem, nem ez az egyetlen. Itt vagyok benne. Itt vagyok. Én is megnézem magamat. Egész jó kép lett. Ez vagy. Persze nyilván nem csak ez. Nézzél szembe magaddal, nem árt néha. És szeretnék elmondani egy dolgot, mert most a másik véglet, tehát a gőgöt azt felejtjük, nem Istentől van. De benne van egy kettősség ebben, amit itt Pál ír. Hogy érezni azt, hogy itt különösen itt a végén is, hogy én többet munkálkodtam, mint az összes többi együtt, de aztán gyorsan hozzáteszi, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, mely velem van. Tehát egyszerre, vagy játszik a lábaival a gázpedállal és a fékkel. Tehát gázt is nyom, tehát azt mondja, hogy hát ne fitymáljam már le azt, amit Isten rajtam keresztül elvégzett. Hát ne mondjam már, hogy az semmi. Hát ha belenézek, több embert ért meg, és ez ugye kicsit ilyen kevésen is hangozhatna, na de vannak azért tényleg tényszerűen dolgok, amit az ember magával szemben, tehát belenézel a tükörbe, és nem lehet, hogy egy olyan arc kell visszatekintsen, most a régi hívőknél ez már egy hosszabb távra vonatkozik, az újabbaknál ez egy kisebb távra, de nem csak a hívő életre igaz ez, hanem az egész életedre, ahol az embernek azért el kell tudja mondani, hogy az Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok. Tehát amikor Pál azt mondja, hogy vagyok, ami vagyok, akkor ebbe azt nagyon is beleérti, hogy én azért itt már, mit tudom, 20 éve én végigutaztam az egész akkori világot, és rengeteget szenvedtem, és rengeteget dolgoztam Istenért, és ennyi idő után már nem mondjam már azt azért magamról, hogy én egy béna hívő vagyok, és semmire nem vagyok jó. Aztán hozzáteszi persze, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, tehát fékezi magában az egót, mert az ego ugye ezekre a dicséretekre úgy kezd hízni, és újra és újra kell metszenie Pálnak, de meg kell értsünk valamit, hogy nézd meg, mit mond a Biblia, hogy milyen erő adatik a hívőknek a szájába. Azt mondja, akár én, mondja Pál, akár ők, így prédikálunk, de ti így lettetek hívőké. Tehát milyen hatalom van a hívők életében, hogy emberek megtérésre juthatnak rajtuk keresztül, imáikon keresztül, és hogy olyan dolog jön be az életükben, nézzétek, csak azt mondja, eszetekbe juttatom a testvéreim az evangéliumot, figyelj ide, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtok, és most figyelj ide, amely által üdvözültök is. Micsoda hatalom ez? Nem egy semmi munkába vagyunk benne, hanem olyan munkába, ami embereket befogad, amelyen keresztül Isten befogad embereket, magához vezet embereket, Isten szolgál emberek felé a szolgálatunkon keresztül, és ezen keresztül bevezeti őket az örök dicsőségbe. Egyébként a görög üdvösség szó az nem csak azt jelenti, hogy bemenni az örökké valóságba, hanem ez a megtartás szó, ez azt jelenti, hogy megbocsájtott a régi bűneidet, ma megtart téged, és majd bevisz a mennybe, ezt is jelenti. Tehát egy teljes megtartás van benne, vagyis Isten most is szolgál, és mind keresztül azt mondja, hogy én hirdettem nektek. Jó, itt egy apostolról van szó természetesen, és az egy elég speciális terület. De nem jelenti azt, hogy itt az előbb dicsőítésbe mentünk bele, nem akármilyenbe. Egy fantasztikus Isten jelenlétébe vezető dicsőítésbe, ahol az én testvéreim, a barátaim szolgálnak felénk, mások másban szolgálnak, te másban szolgálsz. És már nagyon sok ideje Isten téged és engem arra használ, hogy általam embereket üdvösségbe vigyen bele, általam és általad emberek fele ma is megtartással, bátorítással, és majd ezen keresztül, hogy ez a megtartás folyamatosan ott van, majd bemenetellel is kecsegtet. Tudjátok, amikor Noé építgette a bárkát, akkor úgy építette, hogy kibírja azt a közel egy évet. Ámen. Tehát
azért azt össze kellett ott tákolniuk, azt a bárkát. És tudod, ma is a bárka tákolódik. Tehát meg kell, hogy tartson téged és engem. És nem szabad, hogy az ember úgy gondolkodjon magáról, hogy ő egy ilyen hozadék fa, hanem vedd észre azt, hogy Isten téged használ. És most a gázt kell úgy gondolom nyomnunk és vinnünk előre Istennek a munkáját az életünkben. És nézzétek meg, hogy Pál úgy beszél erről, hogy nem úgy van ám, hogy Isten mindenkihez elküldi mennyből az angyalt, és akkor mindenki megtér. És aztán hazamegy és éri az életét. Hanem azt mondja, így lettetek hívők. Én is szolgáltam többet, mint az összes többi együttvéve, de nem jelenti azt, hogy akkor ők lényegtelenek, ők a maguk területén szolgáltak. És mondja Pál, akár én, akár ők, így lettetek hívőkké. És így is vagytok hívők, hogy szolgálunk egymás felé, hogy a test szolgál maga felé. Hogy a kéz megteszi azt, hogy a téli tüzelőt elkészíti. Hogy a láb megteszi azt, hogy minden nap elviszi az ember fiát oda, ahova el kell mennie. Hogy a nyelv, a beszéd, a száj, a szem megteszi az ő maga munkáját, és belefárad, és elfárad. De megteszi azért, hogy ez a test dolgozzon. Az emésztő nedvek és szervek eltűrik, hogy mindenfajta olyan dolog menjen át az életünkön, aminek talán nem is annyira kéne átmenni, de megemésztik, elvégzik a munkájukat. És majd amikor annak az ideje eljön, akkor kibocsátják magukból a feldolgozott anyagokat. És így tovább. És vannak olyan szerveink, amikről nem is akarunk tudni, de örülünk, hogy működik. Hogy ott van is. És amíg nem adnak jelzést, addig jobb is, mert hogy úgy működnek. És sok ilyen hívő van. De így működik a test. És évtizedeken keresztül működik így Isten munkája rajtunk keresztül is, és másokon keresztül is. És Isten azt akarja, hogy lásd meg, így lettetek hívőké, hogy mások által Isten elvégezte ezt az életünkben, így maradtok hívők, hogy Isten ezt végzi, és így is akarja, hogy te is beleálljál, és csináljad az Isten munkáját. Micsoda forradalom lenne itt, ha mindenki a helyére állna. Ámen. Hát az valami elképesztő. Az Abcsel 3-ban, ugye múlt heti üzenetet ismétlem, mert múlt héten Zsolti meg Feri ezeket mondogatták. Abcsel 3:1-től. Péter és János fölment a templomba a délután imádkozás idejére, délután 3 órára. Ó, mi is 3-ra jövünk. Arra vittek egy születések óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak, abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjem a templom a menőktől. Tehát ékes kapuhoz letettek egy valószínűleg nem túl szép kinézetű embert, aki már ott bútor darabként már mindenki bement mellette, mert 30 éve már ott ült. És úgy van vele az ember, sokszor, mint hogy az ember elfelejt, hogy van rajta jegygyűrű. Mert annyira hozzászokott az ember ezekhez a dolgokhoz. És ő is ott már megszokták, hogy ott ül, és tényleg Zsolti azt mondja múlt héten, hogy Jézus nem gyógyította meg, pedig ő sokszor bement ezen a kapun valószínűleg. De ott hagyta. Ott hagyta, hogy legyen még munka az apostoloknak. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akarnak menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk, ő fölnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked. A názereti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába, és a bokája felugrott talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, nem viselkedett ilyen szépen, mint ti, és dicsérte Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent, ugye, hogy a bútor darab felállt. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Ámen. Először is hadd mondjak valamit, hogy nem szabad lenézni, tehát ez egy csodás dolog, ez egy fantasztikus csoda, és nagyon, nagyon jól ezeket így látni, és bár Isten használna így minket, és használjon is. De nagyon nagy dolog, úgy gondolom, az is, hogy ez az ember, ha tudunk szolgálni aranyal és ezüsttel, vagy pénzzel. Tehát nem szabad megvetni azt, amikor emberek így szolgálnak, a könyörű adomány ugyanott van, és ugyanaz a Pál, aki azt mondja, hogy az egyház küldetés, hogy a mennybeli fejedelemségekkel megismertesse az Isten sokféle bölcsességét. Mert ma még egyedül az egyház van birtokában annak a ismeretnek, szellemi ismeretnek, hogy a názereti Jézus Krisztus Úr és az Atya jobbján ül. Még az angyalok sem tudják ezt. El van rejtve a szemeik elől. Még nekik sincs erről igazán kijelentés. Egyedül az egyház tudja ezt.
Tudjátok, ezt meg mi ismertetjük meg, hogy Jézus Úr, hadd menjen be oda. Mi vagyunk ennek a birtokosai. De ugyanez a Pál, aki ezt tanítja, azt is mondja, hogy de a szegényekről emlékezzetek meg. Tehát értitek a spektrumot, hogy miközben mennyi dolgokkal foglalkozik, közben le tud hajolni, és meg tudja látni Krisztus dicsőségét egy kódusnak a tönkrement arcában, hogy annak az embernek az arcán is ott ragyog, abban a piszokban, mocsokban, az a dicsőség, amely az Úr Jézus Krisztussal jött ebbe a világba, aki elment, és ezek felé az emberek felé, akiket megvetett a vallás, kivetett maga közül, mert nem tudta kezelni a saját teológiájával, mert csak azt tudta mondani róla, hogy bűnös. A názareti Jézus eljött ezekért az emberekért, lehajolt hozzájuk, és rájuk tudott tekinteni, és így az ő dicsősége ezeken a szerencsétlen embereken megnyilvánult. És rendszeresen kiküldte názareti Jézus a tanítványait, és azt mondta, osszad szét minden, ami itt van a kis kasszákban, és add oda a szegényeknek. Ugye tudjuk, Júdásnál volt ez a kis kassa. Hogy történt mindegy, hogy ő ellopta, az egy más dolog, de Jézus szolgált, és utána máskor meg odament, és meggyógyította őket. És meg kell tanulnunk ezen a teljes spektrumon dolgoznunk, hogy miközben Istennel vagyunk, közben ne felejtsük el, hogy Ádám fiai vagyunk, és mindenki, aki itt van környezetünkben, mind Ádám fia. Mindegy, hogy barna bőrű, vagy fehér bőrű, vagy sárga bőrű, vagy sápat arcú. Mindegy. Mindegy, hogy ilyen vagy olyan. Sőt, azt is mondom nektek, mindegy, hogy milyen vallású. Mert minden embernek joga van arra, hogy Istentől elvegye az ő áldását, amit itt a Földön adott neki a jó Isten, hogy éljen. És oda adja neki, oda akarja adni Isten. Még azon megírva, a rosszakra is süt a nap. Rómaiak is mondták, a nap mindenkire süt. És tudod, Jézus is azt tanítja, hogy mind a jókra, mind a rosszakra felhozza a jó az Atya. És ezért ő oda ment azokhoz is, akiket a világ rossznak ítélt. Bűnösnek, gonosznak, lehajolt hozzájuk, és ezek az emberek akkor talán életükben először embernek érezték magukat, hogy érdemes élni, mert valakinek számít. És Jézus megtette ezt a dolgot, ezt is, de eljött azért is, hogy a szegényeknek örömhírt mondjon, és az az örömhír, hogy Isten téged ki tud onnan hozni, helyre tud állítani, meg tudja újítani az életedet. És ez is eljött Jézussal. Ezért ez is benne van az egyház szolgálatába, hogy el kell mondanunk az embereknek, hogy van remény és van szabadulás. És neked ott van ez az üzenet, meg bennem is. Egyszer egy nénit már nagyon régen összeesett ott az úton, ott a gimnázium előtt, és én voltam ott meg egy másik, egy idősebb férfi, és akkor nénit, mondom, én feltámogattuk, mondta, hogy sokszor van rossz, és akkor én hazakísértem. Ott lakott a garzonlakásokban, biztos meghalt már azóta. És mondja, jaj fiam, mondom, hát hadd segítsek. Jaj fiam, azt mondja, halál ellen nincs orvosság. De mondom, van. Jézus. Persze a földi halál ellen valóban még nincs. Még nem adta. Ennek a világkorszaknak nem része, hogy Isten ettől megszabadítson. És a szenvedőstől sem. Nem kell ettől elvárni. Mert ebbe a korszakban még ez nem adta bele az Isten. De beleadta az üdvösséget. Azt mondja, ami által üdvözültök is. Beleadta a megtartást, beleadta a győzelmet, beleadta, hogy egy teljes életet éljünk, amiben meg tudjuk valósítani az Isten áldását az életünkben. És sajnos nagyon sokan egyáltalán nem élünk azon a szinten, amin élhetnénk. Most nem anyagilag, mert én nem hiszek egyáltalán a bővölködés evangéliumában. Egyáltalán nem hiszek benne. Abban hiszek, hogy a szolgálat evangéliumában kell élnünk. Abban, hogy az embert Isten arra hívta el, hogy szolgálja az élő Istent. És ehhez Isten mindent odaadott nekünk. Na, azt tudom nektek mondani, hogy ha itt mondjuk odament volna egy hétköznapi hívő, aki nem tudott, aki csak azt mondta, hogy ezüstöm aranyom nincs, és az sincs meg bennem, hogy Jézus nevében kelj föl és járj. De van egy kis pénzem, odaadom neked, mert a jó Isten be akarja tölteni a mai szükségedet is. Ez is érték. Na, de hála az Úrnak, Péter és János gőzszegély volt. Semmi pénzük nem volt. Mert akkor lehet, hogy tényleg úgy meghasonlanak magukba, hogy most pénzt adjunk, vagy imádkozzunk. És akkor lehet, hogy az egyszerűbbet csinálták volna. Úgyhogy nagyon jól el tudták mondani, hogy hát nézd, az a helyzet, hogy János, nálad van pénz. Azt mondja, nincs. Jézus nem ígérte ezt, hogy sok pénzünk lesz, és tényleg így van. Úgyhogy így el vannak így egymás között, hogy hát nem, nincs pénz, ez van. Oké, akkor most nézd ránk, mert akkor azt viszont már... És akkor ott előveszik a szelfit,
megnézik magukat, és azt mondja Péter, engem Isten elhívott. Vagyok, ami vagyok. Olyan hülyén nézek ki, amilyennek kinézek, és még mindig recés a kezem, pedig már 3 éve nem fogtam halászhálót, illetve egyszer fogtam, de Jézus mondta, hogy ne menjél oda-vissza, hanem embereket fogjál. És ránéz magára, mondja, vagyok, aki vagyok, és aki vagyok, és amin van, azt viszont odaadom. És mert azzal a hittel ment a szívében oda, persze nem tudta, hogy alkalmaznia is kell, hogy Jézus Krisztus nevében bármi megtörténhet. És el tudta mondani ez az ember neki, ennek a szerencsétlennek, hogy hát pénzünk nincs, ezt lapozd el ezt a dolgot, ha frusztrál a dolog, akkor ez van, de valamit még tudunk azért adni, mert olyan nincs, hogy nincs semmim, és amin van, azt viszont odaadom. És ez az a szemlélet, amit meg kéne tanulni mindannyiunknak, hogy nincs olyan, hogy nincs semmim. Tehát nem arról van szó, hogy nincs pénzem, nem tudok segíteni. Nem igaz. Mindannyiunk életében azokban a helyzetekben, amiben az Isten belevezet. Téged és engem. Ott van, amit Isten rajtad keresztül oda akar adni. Lehet, hogy egy bátorító szó. Lehet, hogy a Szentléleknek egy vigasztaló szava. De ott van. És a nagy baj az, hogy a hívők, mindannyian, sokszor azt csináljuk, hogy elnézünk, pénzem nincs, bocs, nem tudok segíteni. Mert legalább akkor az ember elmondja azt, hogy de tudok valahol egy helyet, ahol téged megszeretgetnek, ahol gyere be, mert szívesen fogadunk, akármilyen nyomorult vagy, tönkrement az életed, befogadunk téged, mert szeretünk téged úgy, ahogy vagy. És ez már nem semmi. Ámen. Lehet, hogy eddig mindig azt hallotta ez az ember, hogy nem kellek sehova. És lehet, hogy tényleg tett is róla, hogy ez így legyen. De tudjátok, a szeretetnek hatalmas ereje van. Meg tud változtatni. Az Isten jósága megtérése tud vezetni. Hát még mindig leüt minket az Isten jósága, nem? A mi hülyeségeinkkel szemben. Még mindig úgy van ez, nem úgy van, hogy persze szeret Isten, és akkor az ember lapoz egyet a regényben, hogy ez ott van. Nem a 20-szor olvastam, meg 100-szor, hanem ez még mindig leüt a lóról, leüt a lábunkról, leüt a kevésségünkről, és még mindig azt érezzük, Isten, hát hogy lehetsz ennyire szerető én irányomban? Egy ilyen embert, mint én vagyok. És újra Isten ezen keresztül megfog engem. Megfog, ez a helyzet. Megfogott Isten, kész. Az ő szeretetével. És nem tudok szabadulni. Ámen. Szóval, azt mondja, tehát meg tudja fogalmazni Péter, hogy van nekem valamim. Oda tudom neked adni. Ha ez nálam van, oda tudom neked adni. Fogadd el! Ezért jön létre ez a kontaktus. Nézd rám! Nézd bele a szemembe! Nézzél rám! Nem azért, mert én nem tudom, nem gondolom, hogy ezt mindig mondani kell tesóknak. Tesó, most lelki gondozok. Nézd rám! Nézd. Jó, inkább ne nézz rám. Mert én is jól leszek. Nem ez a, mert ez is üzenet persze, hogy nézd rám. Itt az van, hogy ezt az embert mit kellett csinálni, tudod, mit nézett ez az ember? Dehogy a zsebét. Most ne nevessük ki, tehát ez az ember azt nézte, hogy érkezik az adomány. Mert erre volt látás, ez volt az ő kis világa. Ő ebből élt. És újra mondom, nevessük ezt meg. Valakinek ennyi a mai, hogy kap. És neki ennyi volt, és így élte az életét. Szépen letették oda, mint egy butódarabot, este szépen összecsomagolták, és hazavitték. És ebből éltek. És Péter, amikor azt mondja, nézd rám, akkor azt jelenti, hogy emeld ki a tekintetedet, mert a kis világodon van még egy már kívül, van még egy másik világ. Azban a világban van valami, amit Isten most neked akar adni. És az a valami most én nálam van, mondja Péter, és én odaadom neked ezt a valamit, és ez az a valami az, hogy Jézus nevében kelj fel és járjál. És megérkezett a csomag. Atyám fiai, mindenitoknak van csomag, van, nálatok van csomag. Ámen. Tudjuk mi ez a csomag, ami Péternél volt, később ugye előcitálják őket, ebből egyből lett egy per, mert amíg ott van a bútordarab, meg amíg koldul, azzal nincs gond, az a gond, ha meggyógyul. Ez így szokott lenni. Lázár, hogy halott, az jó. Jó halott Lázár, a jó Lázár. Bezzeg, amikor Jézus föltámasztja, mondja ugye az ige, hogy a farizósok oda mennek, meg akarták ölni Lázárt, mert miatta hisznek az emberek Jézusban. Normális? Megőrült ez a világ? Feltámad egy halott, öljük meg, bezzeg a sírjánál ott sírt az összes. Szegény Lázár. Jaj, de szegény meghalt. De amikor föltámad, meg akarják ölni. Persze, megint el akarták síratni. Olyan jól sikerült a temetés. Normális? Nem. De ilyen a világ. Nem normális.
AB normális, hogy mondta a ifjú Frankenstein című filmben. Hozott egy agyat, ugye, hozott egy agyat, azt mondja, mi volt ráírva? AB normális. És akkor ugye föltámasztják, és lesz belőle egy abnormális ember. Na, Jézus, hogy mi volt Péternél? A név. Jézus nevében. Van nálad, atyám fia, hirdesd az üzenetet. Menj emberekhez. Ön nincs, hogy nincs semmit. Ha azt mondod, nincs semmit, tudod, mi lesz? Még az is elvétetik tőled, amit van. Rossz politika. Jézus ezt mondja. Akkor mondja a példázatot. Egyiknek ad ötöt, másiknak kettőt, harmadiknak egyet. Az öt elmegy, kereskedik, nyer vele másik ötöt. Mindegy mennyi. De kereskedik, nyer. Befekteti, elengedi, használja, mert neki adta az Úr. Kettő ugyanez. Az egy meg ugye fél. Ez olyan kevés. Bűntudata van. Nekem csak ennyim van. Jaj. Mester, jaj, de hogy tudom, milyen az Isten. Elásom. Legalább azt adjam vissza, ami az övé. Visszajön, odaadja. Mester azt mondja, nem. Használnod kellett volna. És erre mondja Jézus. És mondja, vegyétek el tőle azt az egyet. Adjátok annak, akinek 10 van. Mert akinek van, annak adatik. Akinek nincs, az elsüllyed. Elsüllyedsz, atyám fia. Ha amit van, nem használod. Elsüllyedsz. Ha visszafolytod magadba, és azt mondod nekem, én azért vagyok, hogy egy selejt legyek. Tudd meg, még annak a hajszának is van szerepe, aminek az a küldetése az Istentől, hogy a borbénál, vagy hol a fodrásznál a földre hújjon. Még annak is van szerepe. Mert Isten azt mondja, annyira szeretem a matekot, hogy szeretem számolni a hajszálakat. És számon tartom, és akkor még most is tudja Isten, hogy hol vannak a hajom szálai. Halleluja! És tudja az Isten, hogy hol vannak az atom darabjai annak. Tudja, mert mindent tudó. És akkor mi van ennek szerepe? Azok ellenére, hogy nem tudom hány száz hajszál hullik ki egy emberből naponta, Feri. Rossz hír. De ez van. Újra nő, persze. Másodpercenként olyan 2 centint nő a hajunk összesen. Tehát Isten termeli nagy üzemű. Hú, megy, gondoljatok bele. Amíg itt ülsz, mennyit nő a hajad? Összesen, persze, hát nyilván. Igen, hát persze már akinek. Így nő. És tudod, ennek is van szerepe, de a hajszálon mondhatná, hát nekem mi a szerepem? Hát az a szerepet, hogy lehújja, aztán a Jóisten téged ott számolgasson majd a matekba. Matek leckébe. Van szereped. Ne mondd azt, hogy nincs semmid, mert elsüllyedsz. Mert az Úr elsüllyedsz téged. Isten arra rendelt mindannyiunkat, hogy szolgáljuk az élő Istent. Ámen. Na, Péteréket úgy előveszegetik. Ugye nem nyugszik el az az ügy, hogy meggyógyul egy ember. Hát ez így nem normális, ugye ez a dolog. És akkor a negyedik részben egészen odáig, hogy a Sanhedrinig elviszik az ügyet. Miért ne csinálnának ebből politikai ügyet? Ebből az egészből. És az Apcsel 4-ben, 5-től olvassuk. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének, az írástudók, Annás, a főpap János Sándor, a főpapi család valamennyi tagja. Gondoljatok bele, milyen fontos ügyé nőtte ki magát ez a béna, akit egyébként senki nem érdekelte az életét, de meggyógyult, ettől kezdve ügy van. Középre állították és vallatták őket. Na, milyen hatalommal és kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel, ugye Jézus megígérte ezt is, hogy ne gondoljátok előre védő beszédet, majd a Szentlélek azon órában megadja, így szólt hozzájuk. És akkor most egy Szentlélektől inspirált üzenet következik. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberre gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názareti Jézus Krisztus neve által, ugye ez van neki, tehát miről prédikál Péter, amilyen van. Jézus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő által áll ez előtetek egészségesen. Ez lett, és akkor jön ugye a Szentléleknek betartja az Úr a lábát, hadd essenek akkor el Krisztusban. Ez lett a sarokkő, amelyet ti építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnénk. Ámen. Hányan ismertétek ezt az igét? Nincs más név. Hát ez itt hangzik el. Egy bénán esett gyógyítást követő vallatásban, ez a csodás kijelentés, amit minden karizmatikus mondogatja, hogy nincs másban üdvösség, csak is Jézus Krisztus nevében. Emberek között az ég alatt nem adatott más név. Itt hangzik el. Halleluja. És most jön a csavar. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy
írástudatlan és iskolázatlan emberek elcsodálkoztak. Tegyük össze. Látják, hogy bátran beszélnek. Ez a bátorság azt jelenti, hogy szabad szólás, szólásszabadság, őszinteség. Tehát, hogy mesterkéretlenség nélkül dől belőlük a szó. Látszik, hogy nem egy betanult rizsa, mint sokszor tényleg annyira borzasztó módon evangelizálnak a jobba tanulja, hogy mondják a rizsát. És akkor nem tudok beszúrni abba a kérdést, mert az ugye megbillenti a teológiát. És nagyon visszatetsző egy hívő a rizsát mondja, a tant mondja, meg ez nagyon visszatetsző. Inkább mondjad hülyén, csúnyán a dolgokat, hidd el, ugyanolyan ereje van, mint olyan szép szavatosan az ember formálja szavakat, de aki így beszél, annak se legyen bűntudata, mert nem vagyunk egyformák. Szóval a bátorság azt jelenti, hogy szabad szólás, szólásszabadság, őszintesség, nyíltság, nyilvánosság, magabiztosság, önbizalom, bizalom. Magyarán Péterék nem lett tele a gatya. A zseb se volt tele, a gatya se lett tele. Hogy ott állnak vallatással, Jézus nevében beszélnek, és simán kimondják, hogy figyeltek, ti vagytok azok, akik megfeszítettétek, és egyébként is az a helyzet, hogy megvetettétek, de még tudjátok meg még most is, hogy ő az a kő, akit megvetettetek, de ha hisztek benne meg. Tehát van egy bátorság, és akkor nem fér össze a kép, ugye, a előjárók életébe, hogy hogy lehet egy iskolázatlan, vagy bocsánat, írástudatlan, ez azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy nem tudott Péter írni. Az írástudatlan szó azt jelenti, hogy nem is, tehát egy átlagos Péter típusú zsidó nem volt a szentírásokban jártas, ezt jelenti. Tehát tudott írni, olvasni, de írástudatlannak abban az időben azt hívták, aki nem ismerte a Bibliát, vagy az akkori Bibliát. De a másik szó még jobb, iskolázatlan. Mondok egy szót, idiótész. Ez a szó van a görögben, idiótész. Valahogy ismerős ez a szó? Idióták. Ez azt jelenti, hogy sajátos, tehát aki mindig a sajátjával foglalkozik, tehát ilyen kicsit ilyen bogaras, ilyen, és nem tud semmit. És ugye mi az ellenmondás? Egyik oldalról ugye a mérleg egyik nyelvén ott van, hogy ezek bátran, őszintén, látszik, hogy összeszedetten és lehengerlő módon beszél, látszik, hogy ennek az embernek van valamie, és nem hülyeségeket beszél, tényleg nem tudunk rá mit mondani. Hú. Másik oldalról, iskolázatlan és idiótis és írástudatlan ember, és eddig ezt a kettőt ők nem tudták összeegyeztetni. Tehát magyarán, aki idiótész volt, meg írástudatlan, az nem volt bátor. Mert ez ugye ezt hozta a vallás. Hogy azt nyomjuk el, annak úgy sincs semmi, ez egy írástudatlan, idióta, nem a mai értelemben idióta, hanem akkori értelemben idióta, ennek az embernek nincs semmije, ez kussoljon a gyülekezetben, vagyis a zsinagógában, majd mi megmondjuk a frankót, ez meg vigye haza a tudományunkat. Értitek? És legyen szépen összetörve a személyisége, az egyénisége, a benne lévő isteni ajándék, ne legyen bátor, ne szóljon semmit, mert nem tud semmit. És ezen csodálkoznak el, hogy itt van két ember, Péter és János, tényleg írástudatlanok, tehát ilyen értelemben, tényleg idióták, ilyen értelemben, de bátrak. És ezzel a párosítással eddig nem találkoztak. Atyám, fia, tanuljátok el ezt Péteréktől. Ők az akkori társadalomban neki kus volt a név. Te senki vagy. Te ne szóljál Isten dolgairól, ezt mi tudjuk. Mi nagyon. Ők nem. Sőt, mi úgy tudjuk összekötözni, hogy ők szerencsétlenek összerogynak, de nem baj, mert amíg a pénz jön tőlük, addig jók. És ugye beszedték tőlük a sápot, mert arról azért tanítani. Abban az időben is ez nagy motiváció volt. És nem tudják összetenni. És nézd meg Péterben, milyen változást ért el Krisztus, a vele való találkozás. Hogy ez az ember nem mondja, hogy én akkor most én egy írástudó lettem, meg nem vagyok már idióta abban az értelemben. Nem, ők továbbra is ilyenek, de egyet tudnak, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És egyébként úgy gondolom, hogy nagyon komoly tanítást kaptak Krisztustól, az írásokból is, hogy hogy van ez a dolog. Tehát nem gondolom, hogy már megállt ez a dolog teljesen, hogy írástudatlanok. De egy biztos! Valami olyan dolog történt Péter életében, aminek nem tudtak ellene állni. Mert Péter befogadta azt, hogy van valamim. Nem egy nagy dolog, Jézus, ez van. Ezt tudom nektek prédikálni. És ezt tudom kicsit kerekebben. Most erre nincs szükség, elég egy bunkó, és oda mondani. Hogy térj meg, mert egyébként elveszel. Mert így is lehet. Értitek? Szólásban való szabadság. Tehát felszabadult a személyiség arra, hogy Isten tudja őket használni. Őket, akik csak azt hallották egyfolytában, hogy te semmire nem vagy jó, te közönséges társadalom, alján való ember vagy. És nézd meg, Jézus összegyűjti ezeket az emberek, mint Dávid is.
Elmegy az Adulám barlangjába, kik gyűlnek oda hozzá? Nem a milliárdosok, nem a jólétben lévők, elkeseredett, eladósodott. Mi a harmadik kategória? Tönkrement emberek, nem tudom, három dolgot. Eladósodott, elkeseredett, tönkrement emberek. Oda mennek Dávidhoz. És Dávid felépíti a személyiségüket. Mert benne ő rajta ott van Isten felkenő olaja. És azt mondja Dávid, igaz, hogy most mi futunk. Igaz, hogy most semmi nem látszik abból, hogy Isten mit ígért nekünk. Ez igaz. De Isten ígéretei igazak. Isten betölti az ő szavát. Ezért gyerekek, nem tudjunk be, nem megy a gatyába, jöhet ellenünk Saul, meg jöhetnek a zifiek, ellenünk támadhatnak, de velünk van az Isten. És elkezdünk harcolni, és ezekből az eladósodott, kisemmizett társadalomra kidobott emberekből Dávid hősei lesznek. Akik képesek voltak arra, hogy 20-30-an megszalasszanak egy egész hadsereget. Egy elit csapat jött léte Dávid körül. Mai értelem egy elit kommandó. Akiket beküldenek egy helyre, és ők megmaradnak, ha egy-két elesik is közük, de ezen embert lenyomnak. Mert annyira kiképezte őket Dávid, fölépítette a személyiségüket. És nektek is ezt tudom mondani, hogy Krisztus építeni akarja a személyiségedet. Tehát nem a böszmő énedet, meg az enyémet, mert az hajlandó, azonnal, olyan, mindegy, nem mondom. Isten ezt akarja. És ez annyira működik, hogy Krisztusra ez úgy le is van időnként lopva, ez a dolog. Tehát valaki lelopja szó szerint az ő életéről. Ott van az ismeretlen démonűző története. Azt se tudjuk, hogy ki volt. Nő volt, valószínűleg férfi volt. Nem tudunk róla semmit. Úgy egyszer csak bejön a színpadi jelenetekbe. Ott van, és még csak nem is ő jön be, hanem a tanítványok heveskednek egy picit, hogy mester, megtartottuk a kenetet, mert eltiltottuk a démonűzéstől. Jézus megmondja, hogy nem kellett volna. Hadd csinálja. Mert lelopta Jézusra. Gondold el, hogy milyen önbizalmat épített föl pusztán az a dolog, hogy látta Krisztust ez az ember. Hogy űzi a démonokat róla, valószínűleg hallgatta a tanításait, tehát én úgy gondolom, hogy követte Jézust úgy csendben ott a tömegben, és ahogy Krisztus beszél, ő nem járt ugyan a, úgymond a mai értelemben gyülibe, nem volt semmi, de egyszerűen levette Krisztusról, hogy Isten engem tud használni. Elhitte magáról. Nem egy ilyen próbálkozó volt, mint Skéva fiai, akik okkultizmussal foglalkoztak, és otthon volt már egy csomó ilyen szent olaj, meg mit tudom én, milyen okkult helyekről származó szentelt víz, hát oda teszik még Jézus nevét is, hát egyet több vagy kevesebb, hát ha jobban működnek. Nem így, hanem ez az ember leveszi Istenről azt, hogy engem Isten tud használni. És elkezdik űzni a démonokat, és működik. És Krisztus is azt mondja, hogy emberek, ne tiltsátok el, örülök neki, ha mások is veszik az üzenetet, leveszik tőlem, és terjedjen az Isten királysága. Vedd le te is azt, amit Isten neked szent. Kezdj el gondolkodni úgy, hogy Isten engem tud használni. Hogy nekem nem semmit adott Isten, mert ha így beszélsz, nagyon vigyázz, mert Isten egyszer csak azt mondja, jó, akkor odaadom inkább másnak. És tudjátok, lehet, hogy ezért van sok embernek több, mint amit magáról gondol, hogy elviseli, mert egy csomó ember azt mondja, Isten, akkor maradj így, ahogy vagy. De nem, az lenne a normális. Egyet adott Isten, fektess be, csináld, menjél. Ne mondd azt, hogy az semmi. Ne mondd azt, hogy én csak arra vagyok jó, hogy. Hát de arra jó vagy. Ne mondd azt. Ha 20 éve szolgálod Istent, tedd félre végre azt, hogy most akar Isten engem használni, vagy nem. Hát azért, ha 20 éve már csinálod, vagy 10 éve, vagy, de csak 1 éve, hát vedd már észre, hogy nem véletlen, hogy csinálod. Az azt jelenti, hogy levetted Istentől, hogy neked csinálnod kell. Most is szolgálok egy ember felé, aki belekerült egy, tudjátok mi a kötött pályás jármű, ugye? Kocsival jöttetek? Többen. Hányan jöttetek kocsival? 10 euró. Ki jött kocsival ma? Merre mész a kocsival? Jó. Egyébként ez nagyon helyes, tehát menjetek is haza, merre jöttetek. De akarod, elmész moziba Miskolcra ma este. Bár karácsonyról jöttetek, ugye? Nem kötött pályás jármű. De Isten néha nem így csinálja. Néha olyan szinten beleszorít satúval helyzetbe, hogy az ember nem bír ki menni. És most is szolgálok ember felé, hogy értsd meg, de ez kényelmetlen, ez fáj. Hogy sinem mész, és nem az, hogy... Van a vonatokon is kormány. Gondolkodtam gyerekkoromban, hogy
vagy nem kormányom, hanem kerek, legalábbis a régieken. Mondom, hogy tudja a sinen tartani, azt a mindenit. Sőt, amikor később rájöttem, ugye, hogy ez nem azért van, az a fék lényegében. Sőt, azt is gondoltam, hogy a kipufogó hajtja a kocsit gyerekkoromban. Mondom, hú, azt, hogy... És akkor néztem, két kipufogós, aztán ugye az ember felnő. És tényleg ezt hittem. Kötött pályás, tehát nem az, hogy uram, hát én most nem akarlak szolgálni. Kötött pályás jármű, hogy Isten ráhez egy sínre, ráadásul be is indítja a motort. Még ahhoz sincs közöm, és még a féket is Isten leszereli. És menni kell csinálni. Van ilyen? Hogy Isten így. És így is, akkor az embernek, akkor valahogy egy ideig ugye küzd az ember, hogy most akkor hogy van itt a szabadságom arra, hogy most ne csináljam, nincs szabadságod. Ez amit a szülői mi volt, hogy nem úgy van, hogy megszületik a gyerek, és akkor az ember fia továbbra is ugye járogat a saját feje után. Megszületik egy gyerek, az egy kötött pályás jármű. A gyerek. Attól kezdve pénzt kell rákölteni, éjszakázni kell, büdös lesz, kaki lesz, pisi lesz, bepisilés lesz, óbégatás lesz. Ez van. És ez attól kezdve csak fokozódik. Kötött pályás jármű. Nem mondtad, hogy na gyerek, leteszünk az izébe, betábasztjuk úgy a párnákkal, hogy nézze a besét, és elmegyünk, mit tudom én, mozizni. Őszintén, tudnál nyugodtan így mozizni? Eszedbe nem jutna ott hagyni. A világ minden kincséért sem hagynád ott. Be vagy kényszerítve, és ez így van jól. És tudod, Isten így használ sokszor, hogy bele kényszerít, abból csináld. És tudjátok, milyen jó dolog az, amikor az ember belebotlik ilyen szituációt. Péterék is belebotlottak. Keresik a manit, de nem, nincs semmi, nem tudom mit csinálni, meg kell gyógyítani, ez van. Így tudunk rajta segíteni. Atyám, fia, használd, amit van. Ne tétlenkedj, nem mondd azt, majd a másik megcsinálja. Igen, megcsinálja, de akkor az, amit nálad van, azt neki odaadja Isten. A 2. Korintus 6-ban azt olvassuk. 2. Korintus 6. Van valakinél egy használható zsebkendő? Esetleg. Addig is. Kettő Korintus 6-ban azt olvassuk. Hát, olvasom elejétől. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. Mire kaptátok az Isten kegyelmét? Hogy használj vele, használd. Igen, arra is használd, hogy vedd a bűnbocsánatodat újra és újra. Igen, erre is. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem napja. Most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést ne okozzunk, hogy ne szidalmazzák a szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, és most jön ez a kényelmetlen lista, mint Isten szolgálja, rabszolgálja, azt hiszem az eredetében úgy van. Sok tűrésben, jaj, ezt nem szeretem. Még sorbálni se szeretek, de ezt mondja Pál. Nyomorúság van. Hát azért annyira nem nyomorgunk, mint ahogy az elején imádkozott Milán, valóban a testvéreink közül nagyon sokan ma valóban nyomorognak a hitükért. De nem csak ők, szerencsétlen nem hívők is nyomorognak sokan. És ők ugyanolyan szerencsétlenek. Szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, bőtörésben, tisztaságban. Hát itt megkezdődik a jobb lista. Ismeredben, ezt nagyon szeretjük. Türelemben, megint nem. Jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben. Tehát ez mind az, amiben ajánlanod kell magadat. Igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, jön a ellentét lista, a rossz hírben és jó hírben, tehát lesz rossz hír rólad elterjesztve, de lesz jó hír is. Mint ámítók és igazok. Persze nem ámított pár senkit, csak ezt terjesztették. Mint ismeretlenek és jól ismertek. Ez nagyon tetszik. Nem baj, ha ismeretlen vagy, azt mondja, pár nem számít. Csináld, amit Isten rád bízott. Nem zengenek rólad órát. Nem kezdődik az újabb nap, egy újabb nap, mit tudom én, Mariskával, és akkor van egy keresztény műsorod. Nem számít. Használd azt az egyet.
menj el vigasztalni, és nézd meg Krisztus dicsőségét azokon az embereken, akik körülötted vannak. És vigasztald, bátorítsd őket, segítsd őket, imádkozz értük. Ámen. Aztán van olyan, aki jól ismert. Így vagy úgy. Mint halálra váltak, de mint élők. Halleluja. Mint megfenyítettek, de meg nem öltek. Mint szomorkodók, de mindig örvendezők. Tehát ez van benne, hogy a szomorúsággal szolgálja az ember az Istent. De azért örül. És van belső öröm. Nem igaz, hogy minden öröm külső. Van belső öröm, a megelégedés öröme. Mint szegények, figyelj, de sokakat gazdagítók. Na, hát itt van Péter esete. Péter is, szóval aranyom, ezüstön nincsen, pénzem sincs. Majd Isten gondoskodik rólunk. De gazdagítalak, mert azt mondom neked, az Úr Jézus Krisztus nevében kejföl és jár. Vagy lehet, hogy te azt mondod, én most figyelj, atyám fia, vagy bárki, barátom, vagy bárki, imádkozok érted. Vagy gyere, mondd el a bajodat, és segítek, imádkozok, vagy ha Isten ad tanácsot, Isten igéjéből, mert ez működik. Odaadom neked esetleg a választ, mert ismerem valamennyire az Istent. Lehetek bátrak ezt használni. Ámen. De sokakat gazdagítók. Képzeld el, semmi nélkül is lehet sokakat gazdagítani. Na, ez a helyzet. Mit adjak én az embereknek? Hát add oda, mert van több is, mint a zseb. Mint amit a zseb mutat. Az elem mutat, vagyis a töltés mutat. Azt mondja, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Ámen. Azt mondja Pál, fantasztikus, nem? Azt mondja, nincs semmim, mégis minden az enyém. Maga a valóság az enyém. Ezért bemegyek egy faluba, és ugye várják, hogy majd leszedjék rólam a pénzt. Nincs. De jöttem és hirdettem, hogy Krisztus él. És itt hoztam ide a reménységet. És idehozom nektek azt az üzenetet, ez a falu ugyan, vagy ez a helyzet, vagy ez a baj, ez a dolog, amiben vagy, ez bajban van, valóban. Én nem tudok ezen segíteni, mert nincs pénzem. De neked nem is rám van szükséged, mert én adok ugyan pénzt ma, de holnap ugyanott tartasz. Hanem hozok hitet, hogy higgyél, hogy az Istennel együtt át tudod törni ezt a dolgot, és meg tudod valósítani azt, ami eddig elment tőled, mert nem tudtad az Isten befogadni. És tudod, milyen nagy dolog ezt odaadni? Mondják egy biblia tudósok, vagy nem is tudom kik, hogy ki volt, aki Pál, Apollós, aki Pált pályára állította? Apollós volt, ugye? Apollós. Mindegy. Vagy Barnabás. Igen, Apollós más volt, ő már pár életebe szolgált. Barnabás. Nem volt egy olyan nagy apostol, apostolcska volt, apostolocska. Nem pici. Nem írt könyvet. Nincs Szentírásban könyve. Barnabás könyve. De Pálnak odaadta, mi volt? És Pálban az kibontakozott. És Pálnak viszont van már könyve a Bibliában. És tudod, sokszor azt gondoljuk, hogy belőlem annyi származik, tud kiszármazni, amit én is. De nem, Jézus így is érti, hogy nagyobb dolgokat tesztek. Mert belőled olyan dolog tud kijönni, hogy egy emberben Isten azt rajtad keresztül odaadja, azt mondja, általa üdvözöltök is, mi általa, mi az én üzenetem feléd. És az az ember megragadja, és áttörje a személyes korlátait. És lehet, hogy Péterék is így mentek evangelizálni behelyekbe, hogy emberek odaadták ezt. És nem Péter pénze építi fel őket, arra is szükség lehet adott esetben. Hanem az, hogy lavitték a hitet, és az az ember fölépült. Gondoljátok csak abba bele, hányan lennénk ma elsüllyedve, ha nem tértünk volna meg. Lehet, hogy a fél gyülekezet, ha össze tudnánk szedni mondjuk valahogy Facebookon ezt a képzeletbeli csoportot, már nem is élne, vagy nem is lenne itt. Ugye? Milyen nagy dolog, hogy megtértem? Én annak idején nagy Péteren keresztül, te meg X-en keresztül? És nem igaz az ige, hogy általa üdvözölök is? Mi az üdvösség? Az, hogy ma megtart engem. Mi tart engem meg? Az, hogy általuk megtértem. És amikor megtértem általuk, akkor lehet, hogy láttak egy rugdolózó, engedetlenkedő, nyakas, makacs kisfiút, akiben hát sok mindent nem lát. De ma azt látja, hogy milyen jó, hogy megtért. Ugye így működik? Így működik. És Pál is megtéríti, látták Pál, hogy ilyen makacs, nyakas, nem lehet vele bírni, jobb, ha eldugjuk az dolgok elő, mert nagyobb békesség a gyülekezetekben, a Pál nem szolgál. Így történt, elküldték Tarsusba. Nem tudták, hogy rossz helyre küldik, mert ott összeszedte magát teológiának. És egy nagyobb, jobban, erősebb Pál jött elő, onnan. Tehát rossz helyre dugták, illetve jó helyre dugták, csak nem oda akarták. Na, tehát mit mond? Azt mondja Pál is, itt, ezen a helyen, hogy
Nincs semmi, de megtanított felépíteni az embereket. Isten föl akar építeni téged és engem. Annyira tetszik, azt mondja, mint halálra váltak és íme élők. Nagyon tetszik, mert Pálnak ebben ugye van tapasztalata. Ugye mindig azt hiszi az ördög, hogy olyan könnyen el lehet intézni a dolgokat, hát de nem így van ám. Azt mondja a Biblia, hogy Antiókiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, hol Pál éppen szolgált, akik annyira felbújtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. De amikor Pál, vagy körülvették a tanítványok, fölkelt, végre kiütötték a fájos fogamat, mondja Pál, visszament a városba. Gondold el, hogy a kövezők eddig nem vétettük el a dolgot, akit mi ott megköveztünk, az ott is maradt. Nézzétek már, ott megy be a városba. És Pál visszasétál simán így. Leporolgatja a testvérek, úgy fölsegítik Pál apostolt. Mondja Pál, mit sírtok itt azon keseregve? Ez volt a szavajárása biztos. Az Úr Jézusért halni is kész vagyok, de még nincs itt az ideje. Úgyhogy most még nem akartam meghalni. Ugye, amikor azt mondja, hogy halálra vártak, és íme élők, ő komolyan gondolja. Azt mondja, 3 napig, hogy mondja, hánykolódott a tengeren. Hú, én hánykolódtam már a tengeren, csak hajón. Ő viszont benne a vízben. Hű. És már mindenki temeti Pált. Azt mondja, Pál, ne, mert ne temessetek. Nem kell. Gyerekek, hát ez normális dolog. Az a normális. Keltsék a halálom hírét. Hát ez normális. Nem halok ám meg ilyen könnyen. Majd, ha az Úr úgy akarja. Az Úr mondja is neki, Pál, meg akarsz halni? Na hát, mert egyébként sokkal jobb, mondja neki az Úr Jézus, velem lenni. Mondja, Pál, igen, de hát itt van még a sok nyakas hívő, még maradok egy picit. És marad. El is engedik egy időre. Aztán újra elfogják, de azt már úgy él. Tehát, atyám, fia, egy hívőben ez van. Ez van, nem lehet azt. Nem úgy van ám. Egyébként meg, ha megölik Pált, mi történik? Semmi. Jézus is megölték. És nincs elvarva a szál. Nem lehet a hitet elvarni azzal, hogy kiiktati az ördög egy embert. Ez a jó benne. Az ügy megy tovább. Azt hitték, kinyírják Jézust. Ó, hát eddig is az összes ilyen hamis messiást kinyírtuk. Mi lett belőle? Szétszaladt a csapat. 100-150 fele. Mindig ez történt. Így gyújtsuk ki a végét, meg a alatta lévő egy szintet, azt le van tudva. Erre kinyírják Jézust. Mi történik? Robban a bomba. Még többen vannak. Még többen csinálják. Atyám, fia, tudd meg, hogy nem lehet ám Isten munkáját azzal elfolytani, hogy elvesznek egy hívőt a porondról, ha majd Isten támaszt egy újat. Elhiszitek ezt? Ilyen az Istennek a munkája. Persze az a jó, amit Pál mond, hogy belelökik a vízbe, vagy beleesik, nem tudom, hogy került a vízbe, nem írja a Szentírás. Nem írja, de azt mondja, Pál, hát addig úszkálok, hát nehogy már, meg úgy van vele, hogy hát, ha cetthal nincs, akkor majd ő kiúszik. Jónás történet biztos eszébe jutott. Azt mondja, nem, nehogy már, én élni fogok. Én túlélek mindent, mert Isten engem használ. Ez benne van Pálban, és legyen benned is. Mert Isten téged akar használni erre. És mindenre van erőd a Krisztusban, aki téged megerősít. Most nehogy félreértés essék, tehát nem mindenkinek mindenre van ereje, hanem arra, amit Isten te hozzád hoz. És ne, ezt akarom mondani, ne fitymáld azt, hogyha, ó, hát nekem egy vakontúrást hozott elém az Úr. Hát a kugordát. A másik meg ott áll a csomolunk ma alatt. És akkor mondja, hogy Isten, ez nem igazság. Hát nem. Neked az van, annak meg az. Mert annak arra van eleje. Az meg még egy egész életen át mász a csomolungát, mire kiderül, hogy igazából utána nincs is semmi. Atyám, fia, tényleg ilyen az Isten. Van, akinek így adja, van, akinek úgy adja. Kész, ez van. De neked, ha vakontúráson nem mond azt, hogy minek ugorjon el. Hát az a szerencsétlen, micsoda hívő már, hogy mássza a csomolunkbát. Akkor ugord át. A legegyszerűbb dolgokban kezdjétek el. Ha még nem tetted, szolgáld az Isten. Tedd meg. Ha meg teszed 5 éve vagy 10 éve, akkor hagyd már abba, hogy most ez Istentől van, nem Istentől van. Hát persze, hogy az Istentől van. Nem véletlen használ téged az Isten. Ámen. Szóval Pál így leporolja magát, megy tovább, azt mondja, na jó. Kicsit megdolgoztak, úgyis szeretem, ha vakarják a hátam. Kicsit mozogtam, hogy jól essenek a kövek. Azok meg hadd frusztrálódjanak, hogy nem patkoltam el. Úgyhogy
nem patkolunk el. Csináljuk az Isten munkáját. De így adja Isten, akkor megy tovább az Úr munkája. Amen. Még egy ige, aztán még egy. Ha nézem, jól látom. 2 Korintus 2-ben, ugye tipikus ige hirdetői metodika, hogy olyan kérdéseket teszünk fel, ami nektek eszetekbe nem jutna, normálisan, de ugye a prédikátornak élni kell valami, ezért feltesző kérdést, amit aztán megválaszol magának. Na, Pál is fölteszi a 2 Korintus 2:15-ben, mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elhározók között. Ezeknek halál illata a halára, azoknak az élet illata az életre. Na, ez az érdekes, hogy hogy tudok olyan illattá válni, ami úgy elvágja a két tábort. Tehát magyarán úgy tudom képviselni az evangéliumot, hogy valóban azok megszólítva legyenek, akiket az Úr kiválasztott, de nyugodtan botránkozzanak meg bennem azok, akiket nem. Ugyanis mellé lövünk, ha behízelgetjük az utóbbi tábort ígéretekkel, biciklid lesz, motorod lesz, térj meg, az Úr mindent megad, és mondjuk neki a sok hülyeséget. És becsalogatjuk azokat, akiknek a halál illata kéne legyek. De ezekkel a hamis dolgokkal én azt a látszatot keltem benne, hogy ez egy jó illat. Nem. Ki alkalmas arra, hogy valóban úgy illatozzak emezek előtt, ahogy kell, meg amazok előtt is. Tegye fel a kezét. Még a kérdés se értitek. Itt élek 20 éve között. Normális kérdés, nem tudnak válaszolni. Szegény újak, itt. Ne viccet félretéve. Pál azt mondja, az üdvözülők között életillata vagyok. Tehát azt képviseli a szolgálatom, hogy ez jó, és ők ebben kívánatosak. Megkívánják. De azok számára, akik amúgy is el akarják utasítani, azok hadd akadjanak ki. És akkor megkérdezi, hogy hogy tudom egyszerre képviselni ezt? A válasz az, hogy sehogy. Ki alkalmas erre? Senki. De később, ugye visszatér Pál rá, mert a 2 Korintus 3-ban tovább megyünk, azt olvasjuk a 4. verszakban. Ilyen bizalmunk pedig Krisztus által van az Isten iránt. Nem mintha, és most figyel, önmagunktól, vagy ból, mint egy magunk erejéből volnánk alkalmasak. Tehát megválaszolja. Alkalmas vagy önmagadban arra, hogy Isten használjon? Önmagadban alkalmas vagy? Nem. Azt mondja, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, és most figyelj, a mi alkalmasságunk az Istenből van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Ámen. Oké. Péterhez éhes. Isten fölhasználja sokszor ezeket a szituációkat. Megkordul, imádkozik, minden Istennel van, egyszer csak megkordul a harang. Még ugye Nándorfehérvár nincs, de már a harang szól. Éhes. Leszól, asszony, vagy nem tudom kinek mondta, készíts ebédet. Serényen csinálják, mert Péter apostol szól. De hát igen, nem, az ebéd illatozása közben még jobban beindul a dolog, egyszer csak Isten elragadtatást ad Péterre. Lelibeg egy lepedő. Tele mindenfajta ocsmány, csótánnyal, gilisztával, bogárral. Őjed, Péter. Ha éhes vagy, őjed egyel, mondja neki a régi hang. Vaj, uram, soha tisztátalan számba nem menve. Jó, vissza. Jön másodjára, még több ocsmányság. Őjed, Péter, egyed. Nem, uram, nem, vissza. Mint Jézusnál. Harmadjára is bejön. De akkor majd tovább viszi Isten a gondolatot. Péter, amit az Isten megtisztított, azt te nem mond tisztátalannak. Amit az Isten alkalmasnak ítélt arra, hogy szolgálja az Urat, arra te nem merjed azt mondani, hogy nem vagyok rá alkalmas. Megértetted? Ha Isten azt mondta, hogy ő tett téged alkalmassá, hogy az ő szolgája legyél, akkor te nem merd azt mondani, hogy nem vagyok alkalmas arra, hogy szolgáljam az Istent. Nem kell próféta legyél, apostol legyél. Legyél az, aki vagy. Aki vagy.
És tudd meg, hogy Isten azt mondta nekem, te alkalmas edényem vagy arra, hogy belé töltsem az én szellememet, és abból a Szentlélekből, vagy abból a Krisztusból való megismerésből felépíts másokat. Nem merd ezt mondani. Megértettétek? 20, 30, 30, már lassan 30 éve együtt van ez a gyülekezet. Nem merd azt mondani, hogy ez nem az Istentől van. Mert azt mondja Isten, na még egy 30 évet odaadok akkor. A tanuló pénznek. Nem merd ezt mondani. Ha azt mondja az Isten igéje, hogy az én alkalmas voltom tőle van, akkor kutya kötelességem azt mondani. Igen, uram, ránézek a szelfimre, ó, ez a nem túl vonzó kép, Isten azt mondta, hogy téged, mert én így látlak téged állandóan, ezt Isten tudja használni. Vagy, ami vagy. De az Isten kegyelme által vagy, ami vagy. Ámen. És nem csak az Isten mondta, hogy vagyok, aki vagyok, hanem én is mondom, vagyok, ami vagyok. És gyaláznám az Istent, ha azt mondanám állandóan az életemben, hogy én egy nulla vagyok, egy senki vagyok. Nem. Én, csak mondom, én egy pásztor vagyok. Ha tetszik az ellenségnek, ha nem. Isten engem ide helyezett. És most balgasságba fogok elmenni. Igenis, szerepem van abban nekem is, neked is, hogy ez a gyülekezet megy előre, és csinálja az Isten munkáját. Nem tagadom le a csillagos eget az égről. Igenis, tudom, hogy Isten használt engem. És téged is tudom, hogy használt. Tudom, hogy az én alkalmasságom Istentől van. Ez nem jelenti azt, hogy mindent úgy csinálok, hogy kéne, de legalább az esély megvan, hogy elkezdjem csinálni. Atyám, fia, billenj ki abból a állandó, hogy ez nem bénán, hülyén csinálom. Akkor csináld úgy, kész. Még mindig jobb, ha csinálod, mint ha nem csinálod sehogy sem. De legyél bátor. Ó, és mondd azt az egyet. Hú, ki dobok otthonról minden ásót. Kapát. Nincs itt, nehogy még a végén nekiálljak elásni. Ki innen minden ásó. Na gyerünk. Csináljuk az Isten munkáját. Atyám, fi, ez a gyülekezet azért van, mert ti csináljátok meg én is. Tőlem mondhat bárki bármit, erről a dologról mi csináljuk Isten munkáját. És megyünk előre. Ámen. És ezt azért mondom, mert most a gáz nyomom inkább, tehát majd adott esetben a féket is nyomkodom. De most a gázt. Úgyhogy szeretnélek benneteket felhívni erre, hogy ne merd azt mondani, hogy nem vagy alkalmas. Megtérte, újjászülette, akkor itt és ne azon gondolkodj ma, hogy hú, elhamarkodottan lettem hívő. Nem lettél az. Ámen. Még egy igét felolvastam, ez nem tudom miért. Ja, tudom. Igen. Egy János 2, és akkor ezzel tényleg befejezem. 1 János 2, 22. Ki a hazug, hanem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus. Mert tagadja az atyát és a fiút. Aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azért az atya is. Erről volt szóta a bibliaiskolán is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. És most figyelj, ha megmaradt bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. És még két verszak. Ezt azokra írtam nektek, akik megtévesztenek titeket. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság, és ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Ámen. És most hazamentek, mert nincs szükség arra, hogy tanítsanak titeket. Nem erről van szó. Az a helyzet. A kenet, innen-onnan szokták fogalmazni, én azt mondom, a kenet Krisztus hiteles és valós továbbadása. Az a kenet. Ha az egy darab pénzben, és az az ember élete megjobbodik tőle, akkor az. Ha egy szóban, mert megvan írva, az igazak beszéde olyan, mint azt mondja az olaj, amely kenegeti. De a bűnösök beszéde, mint a törszúrás. Ha erőkben, akkor abban, mint Péter, Jézus nevében kelj föl és jár. Ha bölcsességben, akkor abban jelenítem meg Krisztust. Ha mások fölemelésében, és én magamat kisebbítem, mert szolgálom őket, kiszolgálom őket, alájuk teszek dolgokat, akkor abban, a vagyonom szétosztásában, akár abban, de Krisztust mutatom be minden keresztül. Egy kicsit innen, kicsit onnan, mert egy egységben csak ő mutatta be magát tökéletesen. Ez a kenet, hogy Krisztust hitelesen képviselem. De képviselem? Ez a kenet.
ez a kenet, hogy bennem van. Azt mondja, bennetek marad ez a kenet. Kiben van ez a kenet? Bennem van. Legyetek már bátrak felemelni a kezeteket. Bátran. Ott van bennetek. Ki alkalmas erre? Egyik oldalról senki. Mert tényleg. De mi alkalmas voltunk, tőle van. És hogyha ő azt mondta, te nem merd azt mondani. Építsen Isten föl benneteket. És szolgáljátok az élő Istent. Lehetek bátrak. Menj oda, látod a testvéred, bátorta, menj oda, imádkozok érted. Meg egyéb dolgokba is. Adjátok oda, ami bennetek van. Amen. Imádkozzunk, álljatok fel.